hogy érkezett csomagok mellett működő Lilaház néptalkör. Tany felvidéki település, Ászár testvér települése. E testvér települési kapcsolat legfőbb célja az, hogy a határ két oldalán élő népek között olyan szoros baráti kapcsolat jöjjön létre, hogy a két település lakossága egymást megismerje, tapasztalatait, kulturális értékeit, az egymással való rendszeres találkozások által kicserélje. A két település önkormányzatai tudják, hogy ezen kapcsolat akkor lesz eredményes, életképes és tartós, ha polgáraik abban aktívan részt vesznek. Törekednünk kell tehát arra, hogy a két település kapcsolata ne merüljön ki az önkormányzati és közigazgatási vezetők találkozásaiban, hanem abban a polgárok lehető legszélesebb köre is bevonassék. Jó alkalom erre ez a mai este is. Hallgassuk meg a Lila Akász Népdalkör műsorát, a Népdalkör vezetője Kartai Ilona. Szép napot kívánok, sok szeretettel üdvözlöm kedves minnyájukat csoportmunkájére. Talán pár szót a csoportról mondhatnék, amit látjuk. Kevesen vagyunk, kis csoport, népdalkör, és a működésünk, hát több éve nekünk vissza, de ebben az összeállításban csak 2010-től dolgozunk. Célunk az anyanyelv ápolása, a népi hagyományok őrzése és terjesztése, tehát nagyobb részt népdalokat, népdalcsokrokat szoktunk előadni. Szereplésünk a helyi rendezvényeken, ezen kívül népdalos találkozókon, tehát községünkben és környékén, járásival és nem szünnepélyen. Úgyhogy mindenütt a népdal terjesztünk. Hát a mai műsorunkkal sok szeretettel készültünk, kívánjuk, hogy fogadják meg olyan szeretettel, amilyennek készültünk. Yeah.
minden.